Sziasztok, én Keresztesi László vagyok. A mai videómban egy Samsung Galaxy Tab-bal fogok foglalkozni. Nem egy bemutató videó lesz, hanem inkább a használatra szeretnék rámenni, hogy nekem milyen tapasztalataim vannak a tablettel kapcsolatban, és mit gondolok benne jónak és rossznak. Úgyhogy bemutatom nektek a Samsung Galaxy Tab S5T. Jó szokásunkat megtartva, először is nézzük meg, hogy mit kapunk a dobozba. Van egy 10 wattos töltő, egy USB Type-C adatkábel, valamint ebben a kis fakban találjuk a SIM-tűt, és nincsen a tableten már jack csatlakozó, de adnak hozzá egy USB Type-C jack átalakítót. Na és itt van maga a tablet. Először szerintem járjuk körbe. Kezdjük itt alul. Tehát alul találunk két AKG hangszórót, itt van a USB Type-C port, jobb oldalt található ugye az SD kártya bemenet. Hogyha az LTE-s változatot veszitek meg, akkor ugye ide kell a SIM kártyát is berakni. Itt van a hangerőszabályozó gomb, itt a bekapcsoló gomb, ami egyben új lenyomatolvasó. Fent találunk még két AKG hangszórót, ez szerintem igen a zajszűrő mikrofon, és itt bal oldalt pedig a dokkolóhoz szükséges csatlakozókat, fogalmazunk így, itt találjuk. Mert ugye ezt egy dokkolóval is tudjuk használni. Na, itt szemben ugye van egy kameránk, itt a 10,5 colos kijelző, látjátok, hogy mindenütt egyforma a káva. Na, nem kiszánkolj már. És itt pedig hátul van egyetlen egy kameránk, Samsung felirat, és itt a felirat, hogy Sound by EKG, AKG. Szóval Sound by AKG. Ezek pedig antenna csíkok, segítik a adatkommunikációt. Üveg előlapot és műanyag hátlapot kapunk a tabletnél. IP tanúsítványról és Gorilla Glass védelemről én nem találtam információt. És akkor kezdjük a kijelzővel. 2560x1600 pixel felbontású, szuper abonett panel szerelt, és 81,6% a kijelző testaránya. Ezek csak számok, de maga a kijelző az valami brutális. Szóval így néz ki a kijelző. Szerintem baromi jó. 4K 60fps. Igaz, a kijelző az nem 4K-s, de azért szerintem nagyjából átjön, hogy milyen jó a felbontás. És a kijelzőnél maradva, azért, mert most ugye ez egy nagyon szép ilyen demo videó, de nézzük meg a gyakorlatban, hogy működik. Leszettem az HBO-t, és ott már nem is annyira jó a helyzet. Mondjuk ezt nem tudom, hogy ennek köszönhető, hogy most a szolgáltatás nem annyira jó, vagy nem tudom. Na mindegy, a lényeg az, hogyha HBO-t akartok rajta nézni, akkor itt azért már kicsit érezni, hogy nem annyira szép a kép, kicsit olyan kockásak a pixelek, de még ez is talán az élvezhető kategória. Ugye az HBO Go-nál nem tudunk felbontást állítani, automatikusan a legjobb beállítást alkalmazza, ami ugye internet kapcsolattól függően. Aztán a kijelzőnél maradva, hogy ami még fontos lehet, legalábbis nekem biztos fontos lenne, hogy lehet a tableten olvasni. Mondjuk e-bookként használnám. Hát megmondom őszintén, nekem, lehet, hogy csak az én szemem rossz már, de amikor én ugye görgetek, akkor nagyon elfolynak a betűk, és nagyon zavaró olvasni. Lefuttattam egy tesztet, valóban 60 Hz-en frissít a kijelző. Nem tudom, hogy mondjuk, hogyha már 144 Hz-es lenne a tablet, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy az segítene, de nekem annyira e-bookként használni,
vagy olvasni rajta nem túl kényelmes. Nekem zavarta a szememet, és el is kezdett egy idő után fájni. De ez csak az én személyes tapasztalatom. Még a kijelzőnél nézzük meg, hogy milyen beállítások vannak. Ugye ez a fényerő, minimum, maximum. Ugye van egy ilyen kék fényszűrőnk, ami így besárgítja. Van egy éjszakai mód ugye a Super AMOLED panelnek köszönhetően. Ez energiatakarékos is lehet, meg kíméli a szemünket. És van itt egy ilyen képernyőmód beállítás, ahol hát ilyen beállításokat tudunk használni. AMOLED mozi, fénykép, alap. Na, a hangzás, ugye azt mutattam már nektek, hogy alul van 2 és felül van 2 hangszóró, tehát összesen 4 hangszóróból szól a zene. És most megpróbálom nektek ezt demonstrálni, hogy milyen a zene. Most olyan zenét választanom, amit nem lő le a YouTube, úgyhogy egy ilyen ingyenes hangkönyvtárból válogatok. Ja, várjatok, már lehalkítottam. Tehát nem tudom, mennyire fog átjönni a videón, de a hangzás az tényleg kegyetlen, és az nagyon brutális. Tehát ez a 4 hangszóró, ez tényleg nagyon szépen szól. Kicsit beszéljünk a szoftverről. Ugye Android 9.0-át kapunk, One UI felülettel, a processzor az egy Snapdragon 670-es, 10 nanométeren gyártott, 8 magos, 2x2 GHz és 6x1,7 GHz-es, a GPU pedig 615 Andreno. Most előre telepített alkalmazásaink közé tartozik például a Spotify és a Netflix. Én letöltöttem egy játékot, és ezzel együtt a kijelzőt is tudom nektek tesztelni, meg maga a teljesítményét a tabletnek. Igazából egyszer sem akadt meg a játék során. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igazából játékra is teljesen jól használható a tablet. Amit még teszteltem, az a kamerái. Na most az érdekes, az előlapi kamerával Full HD-ban lehet videót rögzíteni, viszont a hátlapival, nézzétek, már 4K 30 FPS-ben is lehet rögzíteni. Nyilván nem annyira tökéletes, mert csak egyetlen egy optikát kapunk, de szerintem ilyen vészhelyzetre nagyon jó tud lenni. És ilyen hangot vesz fel a Samsung Galaxy Tab S5-e. Amiről még nem beszéltem, az a tárhely. Kétféle típusba került forgalomba. Az az egyik a 6 GB RAM és 128 GB háttértárral szerelt, a másik pedig 4 GB RAM és 64 GB-val szerelt. Nálam ez járt, tehát az utóbbi. Hirtelen nem is tudom, hogy Magyarországon. Hát biztos, hogy kapható, de nálunk legalábbis nincsen a 128 GB-ból. Amiről még érdemes szót említenem, az a védelem, ugye az arcfelismerés és az ujjlenyomatolvasó. Az arcfelismerés az egyébként viszonylag jól működik. Nem sikerült fényképpel átvernem. Most megpróbálom lezárni.
és nem azzal az ujjamon hozzájárni, amit beállítottam úgy lenyomat olvasónak. Hát, hogy túl hamar rászóltam. Most nem akar működni. Na, most feloldott. Hát akkor egy picit macerásabb. Először, amikor teszteltem, nagyon jól reagált. Hát, hogy most távolabb voltam. Aha, igen, egy picit közelebb kell hajolni hozzá, és akkor felold. Lehet, hogy nem pont ezt fogjuk használni, ezt fogjátok használni, mert azért a tablettet nem úgy használjuk, hogy bele nyomjuk az arcunkat. Az új lenyomatolvasó, hát az is érdekes, ugye ennyi az egész, tehát nagyon picike, így hozzáadni kicsit macerás az elején, de egyébként amúgy nagyon jól működik, és először én azt gondoltam, hogy ez hülyeség, de amúgy nem, mert na, most ez sem működik, de csak működik, mert ugye a mutatója majd beállítom, és akkor amikor fel akarom oldani, akkor szépen csak ráteszem az ujjamat, és felold. Jó, egy picit kell vele játszani, mert ugye nagyon kicsi a érzékelő, és lehet, hogy elsőre nem fog jól működni. Lehet ez megszokás kérdése. Hát, látjátok, egy picit azért macerás. Most, hogy mutatom nektek. Na, ezen kívül ugye van benne Wi-Fi, Bluetooth 5.0-ánk, tehát mindenféle okos fülhallgatót tudunk csatlakoztatni. Aztán nézzük még itt, mit találunk. Ugye van egy gyereksarok, aminek köszönhetően ugye le tudjuk blokkolni a tabletünket, és akkor a gyerekeink nem férnek hozzá olyan tartalmakhoz, ami nem hozzájuk, vagy nem nekik való. És látod, hogy most ki is akartam lépni, és már kérte a PIN kódot. Tehát odaadjuk a gyerekünknek, hogy játszom vele, és nem találja meg a pornót a tableten. Na, amit még fontos, vagy jó, hogyha mondjuk tudtok, az USB portja itt alul, az már 3.1-es szabványú, úgyhogy gyors adatforgalmat tudunk rajta bonyolítani. Töltéssel kapcsolatban, ugye 10 wattos töltőt kapunk a tablethez, viszont 18 wattosan lehet tölteni maximum, úgyhogy ha vesztek hozzá egy töltőt, akkor gyorsabban fel tudjátok tölteni. Ugye, ahogy már mondtam, ugye lehet dokkolót is rákötni, tehát mondjuk egy keyboardot, de egyébként van rajta külön Samsung Deck Station, tehát ezt asztali PC-ként is tudjuk használni, billentyűzet, egér és monitor segítségével is ugye ez adja a hardvert. Igen, akkumulátorról még annyit, hogy 7000 mAh-es aksi van benne. Hát én most 32%-nál kezdtem el használni, és most kb. 20 perce megy a videó, és 4%-ot esett a töltöttsége. Úgyhogy ebből nagyjából lehet számolni, hogy milyen üzemidőt tudunk elérni vele. A tablet három színben elérhető, fekete, ezüst és aranyban. Ha nem az áfacsaló oldalakat nézzük, akkor a Wi-Fi-s változatot az körülbelül olyan 140 ezerért lehet megvásárolni, az LTE-s változatért pedig olyan 155-160 ezer forintot kell fizetni. Na, hát ez lett volna egy kis rövid bemutató videó a Samsung Galaxy Tab S5 Éről. Én próbáltam az én fejemmel megnézni, hogy én mit használnék a tableten, és hogy az nekem mennyire megfelelő. Összességében szerintem ez egy nagyon jó tablet. Tudnám hol alkalmazni, például videózásnál jól tudna jönni, hogy mondjuk ilyen megírok egy scriptet, és akkor ugye arról tudom olvasni. Viszont 140-150 ezerért nem tudom, hogy beruháznék-e rá. A kijelzője nagyon jó, a hangzás szuper. Nekem egyedül az olvasás a tableten volt zavaró. Az internet vagy a böngészés, azt nem mutattam meg, nektek elfelejtettem, de egyébként ott is hasonló tapasztalatom volt, mint amikor a PDF-et mutattam, hogy
Nekem nagyon egybefolytak a betűk, és olyan nagyon kényelmetlen olvasni, amikor ugye már elolvasod a cikknek az alját, és akkor így görgetni kell, akkor így hamar elfárad az embernek a szeme. De egyébként ezt leszámítva szerintem ez egy baromi jó tablet. Tudom, hogy a tabletpiac az, hogy mondjam, haldoklik, vagy annyira nem nagyon dübörög. Én is azt tapasztalom, hogy csak minimálisan van belőle fogyás, de én kíváncsi voltam egy ilyen felső kategóriás tabletre, hogy milyen élményt tudna nekem nyújtani. Ezért is készítettem ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be Facebookon és Instagramon, ott kaphatok információt arról, hogy milyen új videóval fogok jönni, és hamarosan találkozunk egy újabb videóval. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!